Ezek a látványos plakátok fogadták azokat, akik beléptek a Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskola épületébe. A figyelemfelhívó alkotásokat az iskola diákjai készítették. Az Északi Agrár Szakképzési Centrum intézményének elmúlt néhány napja az állatvédelemről szólt. A tematikus hetet egy országos programhoz csatlakozva rendezték meg. A 12. osztályos Pradlik Győző Tibor otthon kutyát tart, családja pedig számos haszonállattal foglalkozik. A tanuló előadást tartott a témahét keretében, ő is úgy látja, egyre nagyobb szükség van az állatvédelemre. Szerintem hazánkban és így a világban is szinte sok olyan állatfaj van, ami kihalófélben, és szerintem ez, hogy meg kéne védeni őket. És ahogy látszódik a földön, így hogy már egyre jobban védik őket. Az állatvédelmi témahéthez óvodák, iskolák és civil állatvédő szervezetek csatlakozhattak, országszerte pedig összesen csak nem 140 ezer gyermeket sikerült bevonni a programba. A Lippai iskolában arra törekedtek, hogy ne csak a téma szakértői tartsanak előadást a diákoknak, hanem a tanulók is megosszák meglátásaikat előadások vagy rajzok formájában. Több témát hirdettünk meg az állatvédelemmel kapcsolatban, például, hogy mit jelent az, hogy szaporítás, mit jelent az, hogy tenyésztés, ugye a kettő közötti különbség, mit jelent az ivartalanításnak a fontossága, külső-belső élősködők elleni védekezés, tehát több téma volt a hallgatóknak megadva, ebből választhattak. Plakátversenyt is hirdettünk, és a mai napon pedig kis előadások bemutatására kerül sor. Az iskola a hétköznapok során is nagy hangsúlyt fektet az állatvédelemre és a fiatalok szemléletformálására. Nekünk ugye az iskola jellegéből adódóan ez nagyon fontos. Ugye több gazdasági állattal is rendelkezünk a tanüzemben, felnőtt képzéseinkben a társállatok is szerepelnek. Mi van állatorvosi asszisztens képzésünk és kutyakozmetikus képzésünk, és az állatokkal való bánásmód nagyon-nagyon fontos. A Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskola az állatvédelmi témahéten adományokat is gyűjtött, amit aztán a Nyíregyházi Állatbarát Alapítványhoz juttattak el.